Szeretettel köszöntöm a Gyula Televízió kedves nézőit a mai napon, május 14-én szombaton. Hallgassunk meg egy részletet János evangéliumából. Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt öveivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá és megkérdezte, Uram, ki az, aki téged elárul? Ennek láttára Péter Jézushoz fordult. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus így felelt. Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem. Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta, nem hal meg, hanem ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz mindenről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene. Jézus a mai napon szintén az ő követésére buzdít mindannyiunkat, és ehhez a követéshez mindannyiunk számára kiváló példa nem csak Péter apostol, hanem Pál apostol is. Pál apostolról tudjuk ugyanúgy, mint Péterről, vértanú halállal dicsőítette meg az Istent, és azt is jól tudjuk, az apostolok cselekedeteinek köszönhetően, hogy élete vége felé, a fizikai erejének a megfogyatkozásával is, de az üldözt, ez ellene irányuló üldöztetésnek az elhatalmasodása révén is, egyre inkább beszűkült a mozgástere, egyre inkább korlátozva volt cselekvő képességében és mozgásterében, és amikor Rómába kerül, akkor már csak fogadni tudja a látogatókat. Azonban Pál apostol hiába van bilincsbe verve, hiába fogyatkozik meg a testi ereje, hiába szűkítik be a mozgásterét, ez őt nem gátolja abban, hogy belsőleg még inkább egységre lépjen az Úrral, hogy a szívében még inkább Jézus Krisztus kezdjen el élni. És ez az a belső egység, amely igazán lényeges, ez az a belső egység, amely lehetővé teszi számára, ereje teljében is, hogy úrrá legyen minden akadályon, és hirdesse az evangéliumot, és ez az az egység is, amely erőt ad neki a magánynak és a kiszolgáltatottságnak a sötét óráiban is, de ennek a belső egységnek köszönhetően ő maga lélekben, belülről nap mint nap megújul, és lehetővé válik számára, hogy Krisztus képmása és Krisztus hordozója legyen. Pál apostolnak az ige hirdetése a mi életünket is modellezi, Péter apostoléhoz hasonlóan, hiszen mi magunk is életünk első kétharmadában, még úgymond erőnk teljében vagyunk, mi magunk is erőnk teljében hirdethetjük Istennek az igéjét, a cselekvésnek a mezsiére léphetünk, azonban ahogy az idő telik, mi magunk is megtapasztaljuk a fizikai mozgásterünknek a beszűkülését, sőt, adott esetben megtapasztalhatjuk, hogy milyen indulatok munkálkodnak ellenünk, megtapasztalhatjuk Pál apostolhoz hasonlóan, hogy bennünket is üldöznek, hogy bennünket is rágalmaznak, bennünket is megszólnak, és próbálnak lejáratni azért, mert Krisztushoz tartozunk. De Pál apostolhoz hasonlóan nekünk is az legyen a menedékünk, az legyen az erőség, erőforrásunk, hogy bensőleg, lélekben, nap mint nap egyre jobban elköteleződünk Isten mellett, és ez a belső elköteleződés lesz az, amely tovább lendít bennünket, a mi magányunknak, a mi magunk kiszolgáltatottságának a sötét óráiban, és elvezet bennünket a Jézussal való találkozásra, Isten boldog színelátására. Amen.